2021-ben a magyar felhasználók által elfogyasztott földgáz mennyisége elérte a 11,6 milliárd köbmétert. Ha a jelenlegi előrejelzések ellenére kemény lesz a tél Magyarországon, akkor ez a fogyasztás még magasabb lehet, pedig a többszörösére emelkedett gázárak miatt sokan szeretnének spórolni. Egy öregebb épület azonban hamar kihűlhet. Évről évre gyakran hívják a mentőt lakásban, házban kihűlt emberekhez, a komolyabb mínuszok viszont idén óriási problémákat okozhatnak. Minden évben van kihűléssel kapcsolatos sürgősségi ellátási esemény, de el kell azt mondjam, hogy ez nem csak közterületen, szabad téren következhet be, hanem sajnos fűtetlen lakásokban, gyakorlatilag esetleg rosszabb szociális körülmények között élő betegek, akik magukat nem tudják ebből a szempontból ellátni, tehát ilyen körülmények között is alakulhat ki lehűlés. Az Országos Mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, még van hova fejlődni, de évről évre javul a társadalmi felelősségvállalás, jobban figyelnek egymásra az emberek. Emellett egy komplex szociális védőháló is segít abban, hogy minél kevesebb legyen az ilyen esetek száma. Nagyon jó együttműködésben a megyében is, a hajléktalan ellátó szervezetekkel, különféle szociális segítő szervezetekkel, hiszen nem mindig egészségügyi problémával állunk szemben, vannak olyan esetek, amikor ez inkább szociális jellegű probléma. Minden év elején, a téli időszak kezdetén ezek a szervezetek összeülnek, a kormányhivatallal, rendőrséggel, katasztrófavédelemmel és tényleg minden társszervvel, annak érdekében, hogy értékeljék a helyzetet, felkészüljünk a térre, felkészüljünk ezekre az eseményekre, pontosan azért, hogy ha lehet, akkor előzzük meg ezeket a kihűléssel járó egészségkárosodásokat. Kihűlésről akkor beszélünk, ha a testhőmérséklet tartósan 35 Celsius fok alá süllyed, a 32 fok vagy az alatti érték pedig már életveszélyes lehet. A kihűlés minden esetben azonnali kórházi ellátást igényel. Ha a kihűlés tünetei jelentkeznek, például sápat vagy kékeslilás bőr, fáradékonyság, hidegtapintású bőr, esetleg zavart beszéd, azonnal mentőt kell kérni a 112-es segélyhívón. A mentő kiérkezéséig a betegről el kell távolítani a nedves ruhát, és paplannal, pléddel kell betakarni. Nem javasolt azonban a dörzsölgetés, a meleg radiátorhoz fektetés vagy a forró vízbe ültetés, hiszen ezekben az esetekben a hirtelen felmelegedő testrészekben fokozott vérkeringés indul meg, amely a vér egyenlőtlen eloszlását ezáltal sokkot okozhat.